Üdvözlök mindenkit! Hát gondoltunk egy merészet, és gondoltuk, hogy 19-re lapot húzunk. Hát ugye én felvettem most 64-re, ahogy beszéltük, a zombi számot, az egyfőre eső zombi számot, de hát megfejeljük még egy kicsit, úgyhogy ketten leszünk a Hordaváróban. Itt van velem Mara, szia! És várjunk, ez így nem jó. A hangbeállítás nem jó. Pillanat, mindjárt, csak így meg megint ott tartunk, hogy nem fognak hallani téged. Várjál, na most mondjál valamit. Sziasztok. Most már jó lesz. Egyelőre nem látlak. Hát én most benn vagyok már. Várjál, csak várjunk, még lehet egy dolog, ami miatt. Egy pillanat, mert még össze kell itt fésülni a dolgokat, mert na még az lehet, hogy Steam-en láthatatlan vagyok. Na várjál, most online-ba tettem. Lehet, hogy ez segíteni fog. Hát na. Igen, ez sokat segített. Na, közben én meg bejövök, megnézem, hogy mi újság itt. Mikor járunk? Úgy járunk, hogy ebbe készült, azt hiszem. Jó. Közben nézzük itt, hogy csak valakit rám írt Steven. Na, nézzünk akkor olyat, hogy gyártsunk. Látsz már egyébként? Igen, már csatlakozunk. Ja, csatlakozom, jó. Jól van, na nézzük akkor ezeket is. Kicsit szokatlan nekem, most valami, nem tudom, olyan világos van, vagy mi van itt? Fura kicsit az időjárás odakint, lehet, hogy valamilyen köd van, vagy nem tudom, furcsa így itt. Furcsa valami. Jó, aztán ugye hát el kell menjünk majd Maráért, ha beérkezik. Azt mondom, hogy... Megjöttem. Meg is vagy. Na akkor haverkodjunk gyorsan össze. Haverkodjunk gyorsan össze, és akkor... Habár nincs köd, akkor nem tudom, csak kicsit nekem olyan fura. Hát ez ilyen dümbös, dombos, de van itt valami út, ahol esetleg be tudsz állni. Hát várjál már, csak nem... Ja, de ott vagy, látlak. Ó, oké. Csak kék színű vagy, és a kék szín az pont nem olyan szerencsés, de... Milyen messze vagyok már most? Ja, ott nem látszik felül, 1,3. Az semmi, azt lerepüljük. Jó, és mi akkor... Hát egy kicsit meg kell ruházzuk majd. Marad, mert... kis gatyába fog itt állni, meg Franco már eladtam minden ruhát mindig, úgyhogy nem, végülis hát fel tud venni a kis kertész ruhát, bányász ruhát is, vagy bármit, meg valami fegyvert, majd, hát pontokat... A játékban zombik is vannak. Vannak zombik, képzeld, de hát hogyha félsz, akkor még kiléphetsz. De... Ugye Marában játszottunk korábban sorozatot, amikor hát nem élt meg túl sok rész sajnos ez a 28 alfával később sorozat, mert hogy egyszerűen hát szinte minden nap jött hozzá frissítés, és egyszer olyan szinten frissítgették azt a módot, hogy hát lehetetlen volt vele folytatni, mert hogy az ember összegyűjtött egy csomó mély kaptárat, meg stb., hogy az a megoldás mindenre, és akkor egyszer csak jött egy nagy frissítés, és onnantól kezdve a méh kaptárakra nem volt szükség. Beleölt az ember egy csomó pénzt, energiát, anyagot, minden, és akkor mostantól az nem. Mostantól, szóval olyan dolgokban nyúltak bele, hogy aztán egyszerűen azt megváltoztattuk, mert az... Úgyhogy az nem... Sajnos az a mód nem sokat él. Ja, itt vagy valahol. Látsz? Várj, akkor itt az úthoz ide ki tudsz jönni? Itt vagyok az úton. Itt vagy? Várj, megmutatom, hogy kell kényszer leszállni. Látlak már.
Aha. És pont a fejemre fogod ezt Hát az nem bemutatni, vagy? biztos, nem biztos. Ha szerencséd lesz, nem. De ha nincs szerencséd, nézd meg milyen pontosan. Tudod, vannak olyanok, mint amikor... Na, túl, kellett nekünk ilyet látni. Na, pattanj be! De hát ha beengedsz, akkor Ja, bepattanok. hogy még az is kell. Hát, miket kérsz tőlem? Ja, itt a lakat. Eddig még soha nem akart senki ide beülni mellém. Amióta itt játszok ebből a sorozatban. Na, szóval most akkor úgy néz ki a helyzet, hogy akkor ugye 64 jön fejenként, tehát akkor az gyönyörű lesz, tehát. De elvileg bírnia kéne, mert régebben csináltunk már ilyet. Az más kérdés, hogy az régebben volt, meg az egy más hordavár, úgyhogy az más kérdés, de azért megpróbáljuk, hogy ez a kis lélekvesztő, amit most ott még valamikor a játék eleje tájéken csináltam, csak most, hogy egy kicsit felacélozzuk, hogy az kibírja. Nagyon reméljük. Szóval ez egyben egy ilyen teszt is, hogy mennyit bír. Na és akkor milyen itt bent lenni, ahol én meg már itt nem tudom, hónapok óta itt játszok. Tudom, Hát innen fentről megtisztelő, nem meg ismerjük a minden. táj egyáltalán, de azért a bázisodat azt oda-vissza ismerem. Hát igen, gondolom. Na és akkor milyen fegyver? Gondoltad, hogy mit szeretnél? Hát a madarak ellen egy pisztoly az hasznos, meg valami... Mert te nagy verekedős vagy, tehát ilyen steel, ilyen Igen. klabos vagy. Mondjuk a steel klabot azt jelenleg még nem igen hiszem, hogy elbírnád, de... Hát szerintem egyet tudnék vele ütni, és aztán nem lenne De horda után semmi. már valószínűleg másabb lesz. De várjunk Igen. már, én hova... Ó, be volt állítva... Francba. Be volt itt állítva A nekem bányát felállítva. a bánya, és akkor automatikusan a bányához mentem. Hát, na, most ne Most haragudj, engem ezért hoztalak be, hogy bányásszál nekem, na. Jó. A kis kőbaltámmal. A kis kő. És a kapu be fog engem engedni? Szerinted? Hát barátok vagyunk, nem lőnek le, szerintem. Mert úgy van beállítva, hogy haverok azok jöhetnek. Hát ez nem fog kelleni, mondjuk motor sem olyan fog kelleni, az igazság, mert hogy egy ülés, nincs több ülés hozzá. Azt hiszem legalábbis, hogy minek tettem volna rá, nem? Hát, Igen. hogy nincsen. Meg most nincs is hova menjél, de amúgy igazából itt a járművesben van kis motor, meg bicikli, még hogyha esetleg. Na, nézzük a lényeget, nézzünk fegyvert. Fegyveresben van egy csomó pisztoly, van hatos pisztoly is. De van Na, benne, ó, van itt puska, van itt AK, úgyhogy lehet válogatni. Hát a ruhákat, azt nem tudom, esetleg, hát nem tudom, ha most jó neked ez a bányász ruha, amit nem tudom, hogy hol Hát jó van. a fel, mintha legyen. Ja, hogy az rajtam van a bányász ruha, ja, bocsánat. Akkor... Azt nem tudom már, mit ad ez a bányász, ez csak... Igen, de ez heavy armoros, tehát olyan szempontból jó, meg hatos. Az olyan szempontból úgy nem rossz. Viszont, hát vajad, a farmingosba is, mint hogyha... Nem az igazi. Mondjuk ez rifle damage-et ad, seed bónusz, crop harvest bónusz. Hát ezek csak ilyeneket adnak, ilyen bónuszt. Na mindegy, csinálni tudok egyébként neked ilyen... Csak már mi van rajtam? Mert én úgyse, tehát nekem már úgyse kellenek, tehát mindenféleképpen tudok neked csinálni. Van egy csomó mod is, ilyen ruhamodok is, meg minden. Csak azért, hogy mondjuk XP-ből is akkor plusz 20%, ez is egy plusz esély, melee weapon, de mi csak csinálunk neked is egy ilyet, ami rajtam van, jó? Jó. Mert lehet, hogy ez lenne igazából tényleg a legjobb, hogyha ilyet, hát én ezeket... Már nem az csak akkor tényleg lenne valami értelme. Attól függ, hogy most ebből itt összejönne neked annyi, mert de már elvileg igen. Itt van 11. De az se baj, hogyha nem hatos. Hát figyelj, tök mindegy, mert itt vannak ezek az armor crafting kitek, és nem nagyon kell semmire, úgyhogy... Tehát nekem ez már itt ilyen, hogy nem... Csak megnézzük már, hogy azt hiszem, hogy ez a...
Ez van rajtam, és meg is nézem már még egyszer, hogy mind van nekem. Tehát van egy nerd, meg ez is nerd, az meg raider, az meg nomád. Tehát van itt két nerdünk, akkor megnézem először azt a két nerdeset. Megnézzük ezt a nerdeset, mert ahhoz, tehát 6 darab kell, ja jó, akkor ebből még viszont csinálnunk kell ilyen armor kitet. Akkor még ebből legyártjuk akkor egy kis ilyen kit, olyan kit. De ebből is millió van. Van minden, lesz minden, nyugi, ne aggódjál. Van egy, az nem sok, egy kicsit várjunk már egy picit. Mert 6x4 24, de hát az azt jelenti, hogy 12 kéne, nem kell több szerintem. Majd megnézzük, 10, ja, 12 kell már csak, hát akkor nem kell, minek csináljak annyit. Jó, és akkor az kell még nekem, hogy ez nem kell. És ezekhez akkor kell, mi kell bőr, mi kell ezekhez a ruhákhoz. Szóval kell hozzá, igen, bőr, egy kis vas, acél, acél kell hozzá, ne haragudj, nem lesz ruhád. Ne haragudj, nem lesz ruhád. Jó, beáldozunk 100 acélt rád, aztán ennyi. Mit beszéltünk még? Mert valamit beszéltünk még, vagy nem? Ja, de bőr, ja, megvan minden. Akkor jó. Akkor megvan minden. Úgy értem, hogy megvan minden hozzá, és ezek nagyon gyorsan meg is vannak ezek a ruhák amúgy. Akkor megnézem még egyszer. Ott már van két ruhád, hogyha gondolt, kiveheted ebből. Én nézem, hogy mondjuk raider kesztyű, az jó, meg nomád, nomád csuka. Raider kesztyű, nomád csuka. Hát a nomádból nézzünk neked is, mert jó, gyorsan tudjál futni, hogyha kell. És akkor a raiderből meg a kesztyű, hogy nagyot tudjál ütni, hogyha kell. Na, akkor az is ott van, ki tudod venni. Na, öltözzél már. Hát ezekből mennyivel több jön ki néha? Vagy lehet, hogy nem vettem ki az előbb? Jó, akkor itt van pisztoly, vagy csak hát lőszert, azt, hát azt mondjuk nálam van 600 csiliárdnyi lőszer a 9 millishez, adok, itt ezt felveszed. Mert ott van 9 millis pisztoly, be tudod modolni, mert ott vannak modok. 7.62-es lőszer, hogyha AK kell, akkor ott van. Jó. Majd ilyen ütlegelős valamit kitalálunk, nem tudom, hogy milyen kéne neked. Jó, még ott öltözködjél, rendezkedjél, én meg eljövök még egy kis upgrade-elésre, hogy közben haladjon, mert 5:30 van. Beszélt, kivetted? Esik? A célt kivetted? Kivettem, itt van nálam. Remélem, hogy elég is lesz már, mert már nem olyan nagyon sok hiányzik. Reméljük. A céltábla megvan, nagyon jó. Már csak tényleg nem sok kell amúgy. Már én rajtam is ez a ruha van, mert állandóan bányászkodtam, mostanában most bányász ruha volt rajtam, de most már... Szerintem meg is leszünk. Hogy állunk most? Még 65-re való. Ó, hát bőven. Bőven! Jó, hát eddig... Eddig ez itt már mind a cél. És akkor marad is még... Marad egy csomó acél még nálunk, úgyhogy tudjunk majd javítani, hogyha kell a végén esetlegesen. Nyilván kellhet. Na, és akkor még jó, hogy van itt egy csomó ilyen nagypapa italja, mert akkor, hát én most ezeket itt behajítom, 2228 csőbomba lesz, annyit
Talán elég lesz. Jó. Jó, hát nagy buli lesz, az biztos, de én azt mondom, hogy hát az a része maradhat beton, mert ott az nem érdekes. Ez a belső rész az megvan oldva, úgyhogy jó, és szerintem, sőt, igazából ez is, ezt is azért, hogy ne hurcolásszam, mert ez is ide valósi, és akkor itt legyen, amikor kell, akkor otthon ne felejtsük, csak itt legyen már minden. Úgyhogy van ilyen nagypapának a nem tudom micsoda italából is van 20 darab, ha jól emlékszem, úgyhogy lesz bőven. Ja, azt lehet, tudod, ilyenkor szokták kérni, hogy dedikáljanak. Itt vagy egyáltalán? Igen, vagy itt vagy, vagyok, ja. Csak vettem ki enni. Szokták, hogy dedikáljanak. Ja, ott vannak enni, innivaló, hogy ott van kint a neved a falon, esetleg aláírhatnád, tudod. Oké, feladok. Jaj, meg figyelj már, van még egy kis időnk. Igen. Ja, van még egy kis időnk, csak nem tudom, hogy mi hol van, de mindjárt megnézzük. Ja, megvan. Gyere velem, légy szíves, már van egy pont, vagy akarsz most valamit csinálni? Csak indítottam a célt. Ja. Gyere, légy szíves velem, mert van egy kis fontos dolgunk. Gyere, ezt meg akarom neked is mutatni, jó? Mert élőben nézd végig. De nekem az volt az első dolgom, hogy ide lejöttem. Jó, hogy lejöttél? Ó, na de várjál, mert még nem kaptad meg, amit meg kell kapni, várjál. Kérlek szépen, itt a hűtőből tudsz egy hideg sört kivenni esetleg, és akkor... Ó, hát köszönöm, szépen. Megvan, meg tartsd a kezedbe szépen, na akkor erre ígyunk. Ugye? De egyébként nem ez a te helyed, szóval itt ez a te rezidenciát, tehát... Hát ez itt pont ide mondjuk jó. Nem tudom, itt szembe erre a falra jó lenne, hogyha valami emblémát, valamit lehetne ide tenni, de nem, mindegy, nem tudom. Mert ide meg, ide ez jó volt, hogy ezt a zászlót ide be lehetett tenni, az mondjuk oda jó. Na jól van. Kérsz egy pizzát is esetleg? Igen. Mondjuk igen. Az nincsen, de ilyen blueberry pite van ott a hűtőbe esetleg, hát tegnap előtti, hát vendégeknek való, úgyis csak kidobnánk. Igen. Na jól van, azt mondjad, hogy mit van, vagy mit nincs, mert ilyen ütlegelő valamit, az biztos nincs, azt... Hát az nincsen, de hát van egy pisztolyom, meg egy négyes alkám. Na de várjál, milyen clubot bírnál el te szerinted, hogyha most megnéznénk, hogy... Megnéznénk egy, hogy nem tudom, ilyen baseball, hát de az baj, hogy milyen klubok vannak, tehát van baseball ütő, van, aztán már csak a steel club, meg van a legegyszerűbb wooden club, igen. Hát. Igen, de hát az a helyzet, hogy nulla szinten vagyok, tehát még egyetlen pontom sincsen, tehát valószínűleg nem bírnék el egy komolyabb fegyvert. Viszont, igen, viszont hogyha egy ilyet néznénk, egy kis vassal, kicsit felupgrade-elnéd, mert itt vannak, csinálok egy baseball ütőt, jó? Szerintem nincsen. Azt megcsináljuk, azt biztos elbírod, nem mint hogyha nagyon kéne használni, de azért mégse legyél már ilyen... Hát igen, legyen valami. Valami azért legyen nálad, hogyha mégis kell valami. Azt mondja, hogy kell három, kell egy kis van majd három bőr. Oké, ebből kell egy. Akkor kell kis fa kell meg. Forged Iron, és akkor elvileg. Ez itt mennyi idő? Három és majdnem 3,5 perc. Jó, és akkor azt, hát ahhoz keresgélje modokat ilyen. Amiket bele akarnál tenni. Nem tudom, mit íjászkodni, azt mondom, nem annyira szeretsz, igaz? Nem tudtam. És csak madarak ellen meg jó lesz a kis pisztoly, vagy AK, vagy bármi. Nekem ez még mindig le van egy kicsit gyalázva, úgyhogy akkor ezt megjavítom, hogy legyen jó.
360, jó egyébként meg. Ja, és akkor ilyen kés vagy macséta, azokat is mennyit eladtam el, hát nem eldobáltam, de eladtam. De ilyen macséta félét csináljak esetleg? Még az... Nem. Hogy nem annyira, vagy... Nem, nem szükséges. Na jó, hát majd én szétszedem, akit szét kell, hogyha esetleg úgy adódik. Jó. Ezek növekednek, hát ezek is majd következőre megnőnek. Itt mondjuk azt hiszem, hogy állunk most, ja igen, így, mert hogy ugye azon gondolkoztam, hogy is van, mert én a múltkor vettem, itt vannak az a leák, csak aztán meg is nézem már, mert ezt szerintem azért vettem, mert itt még voltak ilyen kimaradt részek, és nem tudom már, hogy hol maradt még ki, de valamit uri volt. Lehet, hogy csak az az egy, amiatt, lehet, hogy amiatt vettem meg különben, hogy itt ezt végig lehet rakni. Hát itt mondjuk elég rossz a helyzet. Lehet, hogy itt amúgy végig lehetne rakni mellette. Kilapigatjuk. Itt akartad a kocsma mellett végig rakni egyébként. Ahol ki volt látva. Igen, igen, ott is. Hát oda még majd oda jó lenne. Ez nem jó. Hát akkor majd még veszünk, mert most el azaleáztam a dolgokat itt. Végig raktam a fal mellett. Hát ide meg gondoltam, hogy ide amúgy lehetne még... Ide gondoltam, hogy igen, itt gondoltuk itt végig rakni mellette, úgy, mint ott van. Ide meg esetleg, ha eszembe jutott volna, vagy jut majd legközelebb, ide meg lehetne valami kis kiülő, kis asztalkákat, meg széket. De hát ez most csak így... Az a leáktól megszabadultunk. Na akkor te mondjad, hogy állsz, hogy van-e mindened, a ruhádat is modoljad, ahogy tudod. Hát amit találtam és tudtam beletenni, azt beletettem. Most még egy kicsivel több mint fél perc van a baseball ütőnek. Ahhoz is ebből az EU-s ládából is vegyél magadhoz ilyen javítós, vettem. Vagy olyasmiket. Vettem, van nálam ötszer. Meg biztos, ami biztos, két splint. Meg ebből a járművesből a kis motort is nyugodtan, tehát hogyha mégis arról van szó, hogy valahogy el akarsz tröcsögézni, akkor el tudjál menni. Fölmondtam, hol? Hát nincs. Na de várj csak, azt hiszem itt ebbe a vegyibe talán, azt hiszem ebbe van. Mindjárt megtanulom. Elvileg 63, igen, most nincs még a trader. Hát benézhetsz a traderhez is, hogyha nem tudom, neked lehet, hogy mást mutat, mint nekem, tudja a fene, hogy miket. És nézzem meg, hogy hát haláltam azt. Ja, látom, nem tudom, mert nem tudom, hogy neked ugyanazt mutatja, vagy neked mást, nem tudom. Nem, de végül is nem kell semmi különösebben, esetleg magadnak, hogyha valami olyat látsz, amit most olyan felszerelés, vagy amit meglátsz, hogy megvennéd, akkor ott a pénz. Szerintem jó ez így. Egy zárt helyen leszünk úgy is, tehát ön persze, csak hát az legyen, hogy azért legyen nálad. Mondjuk ebben a ruhában alig tudok kijárni. Ja, hát majd fogsz, hát kell egy kis erő még hozzá, de... Majd azt begyűjtöd. Ja, oké. Közegben indítottam a nagyimóval. Jól van, de jól összeszedtük magunkat a céllal, már most már van bőven. Azért nem szívesen, most nem viszlek, egy kicsit olyan ködös mégiscsak. Azért nem szívesen viszlek el úgy sehova kettesbe, mert az a baj, hogy én rám most olyan nagyon erősek jönnek, tehát már mindenki... Megpróbálok ütni egyet a levegőbe, mindenki... 64-re viszél egyből a staminámat. Igen. De szóval van ott olyan modot, ha beleteszel, ami... Tudod, a staminát visszaadja, vagy...
Ah, mindegy. Szóval azért is mondom, nem akarok elvinni, mert itt ránk szaladnak meg mindent, tehát rám most nagyon erősek jönnek, te meg még ilyen egyes szintű vagy, aztán majd. Majd horda után már megint más, ahogy teszed a pontokat, az már Igen. megint más lesz, de most egy kicsit még ilyen. Lehet, hogy még ebből nézem, hogy iszonyat sok gyűlt ebből már megint össze. Ebből is sok van, de ezt még úgy néha használtam. Ettől függetlenül nagyon sok van belőle. Hát jó, ilyenek, hogy méz meg izél, szerintem nem kell, mert azt, ha mégis esetleg valaki telibe hány, az kelleni fog, akkor azt majd horda után is ráérünk. Igen, van idő. Mondjuk arra gondoltam, hogy esetleg megnézek már egy ilyen széket, hogy a motorral, mert az még esetleg belefér, csak eddig nem volt rá szükség, de megnézem már, mert akkor, ha mégis arról van szó, akkor amúgy is tök jól néz ki, különben, mert ezt próbáltuk már, hogy ez a szék, az például Igen. tényleg jól néz ki, szerintem, csak ez az. És nem talál. Nem is tudok olyat csinálni. Akkor az ugrott. Én hogy nem tudok, és itt van a Supercharger, hát rohadjon meg, azt se találtam meg, és a széket se. Még Silencer, mondjuk az nem is kell, de érdekes. De érdekes, hát akkor ezt megbeszéltük, akkor nincs. Hát azért mondom, most így nem nagyon tudunk nagyon csinálni semmit, mert te is egyes szintű vagy, aztán most én nem tudom, mi történne veled, ha még tegyük fel, bemennénk a városba, vagy bemennél mondjuk egyedül, mert elvileg nem kéne rád menjenek olyanok, hanem csak olyanok, akik egyes szintűre, de hát láttunk már olyat, hogy valamiért már le voltak spawnolva oda a zombik, és mégiscsak valakire ráfutottak olyanok, szóval nem szívesen engednélek itt be a városba egyedül. Hát ott, ahol élettem, az első zombi, akivel találkoztam, feláll volt. Hát. Szedtem is a lábam, persze. Hát igen, meg nem tudsz ekkorát ugrani se. Jó, hát most nem tudom, mennyit satszolsz, hanyas szín, majd is majd kérdezni fogom tőled, hanyas szintű lettél, de egy 40-50 szintet lehet ugrani fogsz. Hát szerintem 40 amúgy. Közben meg is nézzük egyébként, hogy mert ez egy fontos dolog, hogy itt van a enemy kill 11.742, csak azért, hogy aztán megnézzük, hogy hát ugye ketten vagyunk, meg ugye egy ideiglegis is itt lesznek 128-an, vagy hát elvileg már nem biztos, hogy pont annyian, de maximum annyian. És ugye az lesz a kérdés, hogy így tényleg mire fog ez így alakulni így hordakor. Az az egy nagy baj van, ugye, hogy én is még jelenleg itt, ugye ez még csak hármas, mondjuk nagyon kicsi kell már a négyes, ezt majd rá kell dobjam, hogy négyes legyen, és utána meg haladunk az ötös fele, csak hát az ötöshöz nekem ugye még annyi, hogy itt kell egyszer kettő, három, meg három. Tehát itt akkor az azt jelenti, hogy ez itt nekem egyszer 8, meg hogy is itt vagyunk, meg ez 10, hát összesen. Úgyhogy hát annyit meg nem tudom. Lehet, hogy fogunk annyit emelkedni, csak a horda végére lesz meg, lehet az ötös, vagy meg lesz, vagy nem lesz. De ha meg lesz, akkor is csak a horda végére, mert nekem viszont elég sok szintet kéne itt emelkedni, ugye ezek itt 3 pontosak. Tehát 3 meg 3 az 6, meg 2 8, és akkor még itt ez a 2, úgyhogy nekem ez így elég sok. Nekem nem biztos, hogy meg lesz, de na jó, hát majd látjuk. Hát megmutatom neked, hogy első időkben itt laktam én is esténként, itt még én is így húztam a csíkot magam mögött, a vonalkódot, ugye, mert hát ugye én is tök gyenge voltam, meg minden, az én is még itt lapultam olyankor, hogy itt lent sétált egy vagy két zombi, itt meg ott, aztán itt voltam. Üssak le a gombákat, hát itt nem Tényleg, hát lehet itt van problémát. gombám, ezt még nem tudom, mikor tettem ide, de hogy rohadt régen, Tegezték. az még a
Első napokban volt szerintem, mindegy. Ezek az első napokban voltak szerintem, amikor. Igen. Ha nem jöttünk volna ide fel, meg se találom. Hát szívesen. Hát... Jó az asszony a ház mellett, ott igen. Jó, jó, kicsit gombás a keze nyoma, de egyébként. Minden csupa gomba. Ó, én meg megnyitottam a challenge ablakot, és akkor most mutogatja nekem a rengeteg sárgát, úgyhogy itt elkezdek mindig. Jó, hát az, hogy én remélem, hogy elég messze vagyunk. Hát, szerintem csak elég messze vagyunk attól, hogy nem fog bespawnolni oda a házba zombi. Hát remélem, hogy hamarabb, vagy hát szóval közelebb fognak spawnolni, remélem. Hát mehetünk arra fele, mert lassan a 3-4-9. Aztán itt magunkhoz vesszük, amit magunkhoz kell. Hát ezek simán neki állhatnak rosszalkodni, de ez most úgy van ugye csinálva, hogy ez nem csak ezen a egyen lenti szinten, hanem ugye egyen fentebb levő. Azért van ugye ez a kis csőszerű valami ide téve belülre, mert ez gyakorlatilag hogy nem is belülre, ez felülre, mert ugye ez is már, hogy hát nem tudom megmutatni, igen. Szóval ez egy lap, amin állunk, az már egy plusz lap, igen, lehet látni a létránál, tehát ez egy plét, amin állunk, tehát az is egy plusz réteg, és akkor az a cső, ami meg itt van itt oldal, vagy itt a szélén, az gyakorlatilag annyit csinál, hogy ugye ez a, tehát az a acéllap, ami ott függőlegesen van belülről, az ugye ez a szint, de ez a cső, ami meg ott van, az meg ez a szint. Tehát ez két szint magasságba, tehát mind a kettőt tartja, tehát végül is mind a két az alsó, meg a felette levőt is tartja, tehát hogyha esetleg itt a stabilitását valakit meg akarja bontani, hogy kiütnek itt valamiket esetleg, akkor is elvileg szóval tartania kéne, szóval... Na, szóval hát majd meglátjuk, meg hát jó, most már a célból van, úgyhogy... Na, meghívlak, akkor még a tetőre oda ki lehet menni kicsit. Azt itt becsukjuk. Hát olyan javítót nem hoztam, amivel rajtot tudjuk javítani. Mondjuk azt még esetleg vasér még visszaszaladhatok, hogy már ki tudja, hogy mi lesz. Hozok egy kis vasat még. Mert ugye az a baj, hogy az nem a fal, mert a fal az elvileg úgy van letéve, az a fajta redős fal, hogy azt elvileg nem, talán nem hányják, ha még nem változtattak rajta. Viszont az ajtón keresztül láthatnak minket, és azt hányhatják, és akkor viszek még egy kis, mégis mindegy, elvértem az összeset, tehát mindegy. És akkor, mert az úgy a tuti. Kutya az elkóborolt, én nem láttam már régen. Üres a kutyaház. Nem adtál neki enni. Hát, hogy lehet, hogy... Elmész napokra, hát persze, hogy elkóborolt. Kergeti a zombikat valahol. Úgyhogy, hát ez az ajtó, ezt azt se tudom egyébként, hogy hogy áll, de mindjárt kiderítjük, hogy az... nem sérült-e meg az utóbbi időben. Mondjuk a beton az nem annyira kell. Ja, kivetted a felét, jól tetted. Pont mondani igen. Akartam, hogy vedd ki. Ezeket én kiveszem. Hát van egy méz benne. Ja, vagy csak explosion damage, az is nekem kell. Akkor azt is, mert az is a robbantást növeli. Jó, fa meg ízik. Az ajtó az hibátlan. Ez teljesen jó állapotban van. Aha, jó. Hát az jó. Az jó, ha jó. Jó, majd ugye ide kéne, ahol a rás van, valahol ide kéne álljál, te is, hogy ne ott szélén, hanem majd valahol ott, és akkor azért, hogy minél inkább alánk jöjjenek. Hát ide állok majd a létrához. Viszont én is itt cserélek akkor dolgokat, mert akkor azt itt mondja, hogy kell egy ilyen is nekem. Mi kell ide? Ja, hát a lényeg.
Hát a lényeg is kéne még, mert hogy... Hát mondjuk azt is lehetne csinálni, hogy van nálad nélgan? Nincsen, csak találtam egy ötös kalapácsot. Ja, nem, innen akkor vedd ki lészős a nélgant, meg a vasat, meg az acélt, és akkor te figyelj már rá, hogy kell-e javítani, mert akkor én nekem egyel kevesebb dologra kell figyelnem, jó? Jó. Már akkor itt én is az övemre ide tettem dolgokat, de akkor annál kevesebb dolga kelljen már itt figyelni. Jól van, hát 9:30. Ja, még beszéltük, hogy kimenjünk a tetőre, hogyha van kedved itt, meghívlak egy kis körbenézésre ide. De nem sok időnk van. Ó, de szép a táj. Jó messzire ellátni, ja nem? Hát nem. Én nem tudom, hogy csak nekem tűnik el úgy, de olyan, mintha airdrop nagyon régen jött volna, vagy lehet, hogy elnéztem volna az airdropot, és elfelejtettem megnézni, Holnap vagy... lesz airdrop. Tessék? Holnap lesz. Jó, hát... Következő napon. Csak azért, mert nem tudom már, hogy én most ezt mit csináltam, hogy volt, de olyan, mintha nagyon régen jött volna már airdrop. Mert volt már olyan, hogy elnéztem, tehát nem azért, tehát volt olyan, hogy mondtam, hogy jött az airdrop, majd megnézem, aztán azzal a lendülettel utána ki is léptem a játékból. Csak még szerencsére a videóban vissza tudtam nézni, hogy hol is voltam, melyik irányba volt, és akkor utólag, és ez többször előfordult, mert így megtudtam aztán. Jól van, hát ezeket, ezt nem is tudom, majd meglátjuk, hogyha, lehet, hogyha jönnek a badabum még, ezt lehet, hogy akkor fogom megenni ezt az Explosion Damage plusz 50-et. Explosion Block Damage is plusz 50%, az biztos, hogy jó nekem, hogy a Block Damage 50%-kal megnövekesz. Hát mondjuk Block Damage az 5, úgyhogy olyan nagyon nem sokat dob rá, de vagy a fene se tudja csak. Explosion Damage. Hát, ja, de szerintem a viszont szerintem az jó, úgy már block damage az semmi, hát az ugye alig, viszont ez megnövekszik 50%-kal, az viszont valószínűleg jó. Hát jól van. Úgyhogy a madarak rád vannak bízva. Oké, meg a javítás. Meg a javítás, ja. Meg hogy rád szólják, hogy igyed az XP-s italt. Ja, meg az is. Bár én múltkor kipróbáltam, hogy egyszerre meg lehet inni többet, és az összeadódik, és akkor nem kell annyiszor inni, úgyhogy lehet megiszok itt kapásból egy hármat, és akkor majd meglátjuk, hogy... Jó, hát akkor egészség, igyed. Jó, én még azért várok, még csak 57 hát, van. 57, én már most nem várok. Nem várok holnapig. Hát jó, igazad van. De mennyit itt áll meg? Te többet? Négyet? Hármat? Hármat. Én is megittam hármat, az azt jelenti, hogy 18 percig csönd lesz. Na nézzük. Hát ez a téglafalat is igazából úgy nem lenne rossz, ha magát a téglafalat is. De mivel ott nem igen sérül, mert hogy csak folyamatosan... Szép volt. Hát dobom már, hogy megjöttek a rendőrök is, úgyhogy ez igen. Az. Már hányt is egyet. Megjött a haverod. Intézed. Nem állod, hogy nem tudok akkor átlődni, hogy egy lövés legyen egy. 17 000 XP. Az jó. Egy-egy robbantásra. És azt hiszem, hogy most van az, hogy nekem itt viszont azt az egy pontot muszáj lenne rá tegyem gyorsan erre. Ha már megvan. Oké, mert így akkor mindjárt 4-esen állunk. Jó, ügyes voltál. De nem eléggé.
Hát igen, tehát nem feltétlenül lent vannak annyian, mert úton vannak ide. Még éppen... Tehát annyi zombi van, 2x64, csak éppen nincs lent mindenki. Csak nem tudom megvárni, hogy mindenki lent legyen, mert ezek már hánynak nekem ide felfele, és muszáj... Muszáj, hogy azokat, akik lent vannak. Meg hát érdemes is egyébként megölni őket, akik lent vannak, mert hogy... 32.000 XP. Érdemes őket egyébként megölni, mert annál hamarabb fordulnak újra, és újra jön a... Tehát ha meghalnak, akkor ugye jönnek újra, spawnolnak, és újra jönnek. Ha meg várok, akkor csak az idő megy, de ugye nem... Tehát nem feltétlenül biztos, hogy jó összevárni, hogy most tényleg odalent legyen mindenki annyian. Ha jönnek a badáék, ugye akkor viszont jó lenne... Jó lenne tudni megölni őket, jelenleg ha úgy adódik. Ó, rend van, vagy három rendőr is. Innen. Valaki esik? Ja, ott vagy. Ja, csak jött a, ott volt a madár fölötted. Levettem nagyon a hangot a tévéről, hogy ne hallatszódjon, és a monitorról. Meg itt hallgatózok, mintha ütné valaki az ajtót, de... A falak ütik. Hát, az futnak, és akkor persze kap egyet. De azt tudod nézni a javítóval, igen, hogy most tényleg van-e ott valaki, vagy csak... Hát persze, mert futnak, neki ugrik a falnak nyilván, és akkor ad egy hangot, igen. Aha. Igen, ilyen kis 30.000-es XP-k jönnek robbantáskor, ez brutál. Nekem hány pontod volt már? Hát olyan 10. Az igen. Hát igen, az eleje az nagyon megy, aztán utána belassul, de... Megint ott a madár fölötted. Látom, csak ugye egy lövéssel nem tudom még megölni. Nem baj, akkor már szólok, csak féltem, hogy kiestél esetleg. Nem. Azt nem is figyeltem. Szimpatikus hányós madara. Hát nekem már lassan jönnek ezek a pontok. Megütik az oldalát, de nem olyan vész. De nem, hát ez csak üt egyet, aztán már esik is le. Igen. Tizenhét ponton van eddig. Az jó. És mikre teszed? Hát még egyelőre semmire, mert kémlelem az eget. Ja. Na, mindjárt a pisztolyra fogok, vagy... Hát persze, azokat teheted, tehát azt mindenképpen. Most már 18 pont, vártam a madarat, hogy ide érjen, hogy tudjak tenni. Hát ez a hang, most 23 óra, az ilyen körbehány, nem valami jól céloznak most a rendőrök. Na de mindegy. Szerencsére. Na de mindegy, halljanak meg. Hát volt olyan, amikor különben iszonyatosan tudták csinálni, tehát olyan, hogy telibe lőtt és eltört a kezem, lábam, nem? Tehát volt, én emlékszem ilyen. Igen, igen. Úgyhogy voltak, amikor ilyen, várjunk már, az ott egy... Badabum odalent?
Ja, az az volt, hát az felrobban. Igen, fel is az fel robban. is rob... Igen, én későn vettem észre, hogy az igen. úgy röpködött ott. De ha egy ilyet, akkor fog többi. Valószínűleg jön, úgyhogy meg is eszem a buster-es valamit. Ja, mert hogyha olyan hullám jön, amiben vannak, akkor igen. Hallom is a hangját talán. Bár összekeverhető a hangjuk ezeknek. Ugye a fene se tudja, de na mindegy. És jó sokan vannak, nem? Ez is egy olyan badabum hang volt. Ott is van az. Most is piros, csak... Most igen, is piros, csak addigra meghódt. Ott is van lenn még egy badabum. Ott van az. Ebbe a körbe nagyon jön. Most rendőr nem jön, most viszont jön helyette bada. Meg most madár se jön. Nekem ő is hiányozna. Jó, kétszer 64-et, hát igen, mert egy része lent van, de egy másik része az éppen úton van ide. Na nézzük, hogy akkor nekem kellene erre megint tegyek. Okay. Javításnál közelebb mentem a falhoz, és kaptam a falon át egy nyakleves. Igen, de jó. Igen. Kicsit sérültem. Hát nem menjünk közel. Ó, oh, itt esett le. Bodybuilder itt esett le. Ó, oh, ez a másik. Már ott villog pirosan. Hát lesz néhány piros tasunk oldalán. Ah, most is esnek le. Hát most le volt lent, vagy... Kettő biztos, vagy három, egy fel is robban. Ó! Oh. Megütött menet? Nem, hát leszakadt már a fejek, mindegy, csak felrepült idáig a robbanás felhozta. Érdekes, hogy két badabum felrobbant, most nem jön a többi. Megcsinálták, amit meg kellett, úgy gondolják, hogy... Bár ez most megint olyan hang volt, mintha... Igen, mintha leesett volna. Ah, most viszont esetleg biztos ott van lent. Igen. Neki lökte a fának. Mm. Megint jön. Ah, csak mondani kellett, azt jönnek. De itt a külső ajtót te lezártad, ezt a kis csapóajtót, amikor bejöttél? Hát tényleg. Aha, akkor itt nem tudom felállni, mert annyira kicsitik, lehet, hogy akkor a teremen állnak. De így hát, átműlő. Nem tudom, hogy meg tudnak-e ott állni a teremen. Akkor nem tudom, ne hívjál.
ha most megint váltás lehetett, mert alig vannak lent páran, és most jön pók, ami eddig nem volt. Igen, de itt viszont ütött az ajtót. Hát javítsd meg akkor. Javítom. És megint megjött a madár. Igen. Nem is kevés, nem is négyisével jön. Ott áll szerinted valaki az ajtón, hát kinyithatjuk, azt lelőhetjük, ha gondolod. Hát én olyan gyengék levek, hogy én nem foglalkozom meg vele. Nem vészes egyébként, tehát most győzem javítani, nem itt nagyon. Nem biztos, mert szerintem csak abból az irányból jönnek, és azért szoktak mindegyik, mindig más üt oda én szerintem, mert ott nem tudnak megállni, tehát ott úgy van a... Tehát azon ott nem tudnak megállni, viszont én szerintem abból az irányból jönnek, és ezért van ez érzés. Ajtó felüli irányból jönnek, és hát ahogy futnak, akkor az ajtó is kap egy pofont, azt utána esnek. Ja, az is azért hány oda, mert hogy az ajtón keresztül, vagy lehet, hogy madár ez inkább, nem? Lehet, hogy madár. Tudom, hogy négyesével jönnek a madarak, igen, itt van megint egy, de most már egy lövés is elég szerencsére, már ha elkezdeni. Nem sok pont, mert hogy is vagyok, a fele meg volt, mert ugye mondtam, hogy 10 pont kell, és már most már csak 5 kell ahhoz, hogy mondjuk 5-ös meglegyen. Tehát 5 már nekem is jött az úton. Sőt, nem is mell. Ja, na, oda is tettünk, tehát akkor aztán 6 pont jött már az úton. Jött nekem úgy, hogy egy először tettem egyet erre is, és aztán még utána már ez 2 meg 3, tehát így nekem is már volt 6 pontom. Most 0 van, ja, hát szerintem 6 volt nekem. Hát azért sokkal, és akkor még most van 0 óra 40. Hát a kérdés, hogy meddig fog kitartani a horda, egy kérdés, mert hogy máskor azért hamarabb véget ért. Hogy lesz. Mert most mégis kétszer annyi zombi jön, mert rád is jön egy... Nem tudom rá mondjuk mennyi jön. Bár hogyha engem vesz alapul, ami egyébként valószínű, akkor rád is jön egy ilyen 600 zombi meg rám, és akkor... Mondjuk nagyüzemileg öljük őket, de majd meglátjuk, hogy lesz. Még van 3 perc az italunkból. Még van 3 percecske. Mindig az ajtó felé jönnek, érdekes módon, hogy nem unják, hogy abból az irányból jöjjenek. A
Hát itt azért ketten így könnyebb, hogy az egyik nézi a madarakat, nem kell nekem is fegyvert váltani, mert amikor fegyvert kell állandóan csereberélni, az nekem is rosszabb. Hát ezek már mind hányos madarak volt. Jaj, hát gondolom. Szóval, hogy hány badát megnézem már ezeket, hogy ezek itt hogy álltak nekem, mert 8, igen, mert 20-on állt 20/50, én úgy emlékszem legutóbb, és most 28/50, tehát ezek szerint voltak már 8-an. Hojaj, most mi van? Egy óra. Csak irányváltás van, vagy vége van? Ezeket megölöm, aztán kiderül. Lehet, hogy vége. Lehet, hogy vége. Csend van. Nálam nincs zene. Hát, az lehet, így hajnal egyre végeztünk. Hát, az szép. Ez ide-vissza. Hát akkor lemeltünk szétnézni. Neked is ugyanannyi a loot stage-ed, nyugodtan lootolhatsz már. Most nézd meg a loot stage-edet, hogyha ha megnézed, mert ugye ez úgy van a szabály, nekem 149, tehát úgy van, hogyha így partiba vagyunk, akkor a legmagasabb B-t veszed át te is, meg mindenki. Tehát 149, neked is ugye nyugodtan lootolsz te is, tehát lemehetünk. Ha van kedved és nincs tériszonyod. Hát az van, de... Tudom, hogy van. Meg az a kérdés, hogy itt fel tudsz-e majd jönni amúgy, ha lejössz, mert itt... Tettem most már a parkóra. Ja, akkor jó. Ja, meg majd megnézzük, mert most nem hoztam le a... Megnézzük, mennyire sérült. Hát úgy egyébként egybe van, az más kérdés, hogy kettő felrobban, két badabom, és abból mondjuk elképzelhető, hogy kapott a fal nyilván. De ugye egybe van, szóval nincs valami. Majd könyveket meg ilyesmit odaadom, hogy elolvasd, mert... Jó. Nekem mondjuk most bővült a kívánság listám. A Supercharger volt eddig, de most már akkor még egy üléskönyv is. Ez a másik. Rájöttünk, hogy még azt se olvastam. Nézzük, mi van itt, de hát nincs olyasmi, úgyhogy... Hát... Oké. Hát egyes desert, azt inkább kidobjuk, az nem kell, de... Valami jobbat találtunk volna, akkor odaadtam volna. 8000 alatt nincs semmi. Mert így valamelyik sarokban, nem tudom már, az egyik sarokban, a másik barokban. 2008, 9007, 9000. Fel is javíthatod, ha gondolod, ha már ott van az acél nálad. Aztán kiderül, hogy azért hoztalak be, hogy dolgozzál. Hát mi más? Ez teljesen egyértelmű. Annyira örülök egyébként, hogy Ádám, lecsirkeket leszesztétek a fejemet, és most rajtad is olyan van. Annyira örülök egyébként, hogy sikerült becsaltalak a málnásba, és most már rajtad is csirkeket lesz van. Újraindulna a horda. Lenne nagy futás, mi? Hoho. Tedném a lábam. Hát nem biztos, hogy fel tudná odaugrani, azt még azért próbáljuk ki. Bár ezen a falon szerintem fel tudsz ugrani, csak az a kérdés, hogy lehet, hogy a staminát fogyna el. Minden sarokba igen, fel lehet menni amúgy. Gyere, hogyha már igen. Úgy nagyjából kész vagy, akkor jó van, az csak. Igen, kettő staminával. Nem, itt még van mit javítani.
Én azt mondom, hogy én meg a pontjaimat szerintem elköltöttem. Ja nem, egy van, csak hát az már három pontos. Na közben megnézem, hogy mennyien voltak. Hát te 28 madarat lelőttél. Az se Hát semmi. ügyes vagyok akkor. Ez a 12.659, már nem emlékszem, hogy mennyi volt a... Majd Én utólag sem. megnézzük, csak kíváncsiságból. Nem emlékszem már, hogy mennyi volt. Hát jól van, az egy kérdés, hogy fel tudsz-e idáig jönni. Ez egy jó kérdés. Ezt amúgy én gondolkoztam, hogy valójában például egy olyan dologgal lehetne, hogy még jobbá tenni, ha nem kéne javítgatni az alját, hogyha most hát várjál, bocsít, hagylak, felmehetsz nyugodtan, csak én azt akarom megnézni, hogy azt mondja, hogy én itt vagyok, plusz 10 méteren vagyok. Az azt jelenti, hogy a pályának a legalja az, tehát 10 blokkal alattam van. Na most, viszont az már ugye olyan, hogy hát abban már ott ráütünk, akkor kongatjuk az alját, tehát ugye ott már nem tud, ott már abban nem tudnak sérülést okozni, vagy nem tudnának, ott felrobbanhat badabum is semmit, ott már nem tudnának mit csinálni. Na most az a lényeg, hogy én azon gondolkoztam, hogyha azt az egészet ott fent, ami van, azt valahogy egy ilyen kis mélyedést csinálni, tehát ilyen szépen így messzire 10 blokkot kéne mélyíteni, de úgy egyenletesen kiépíteni mondjuk rámpával, vagy valami, tehát 10 blokkal lejjebb, és az egész minden 10 blokkal lejjebb kerülne, de úgy az egész kráternek, mindennek a széle is 10 blokkal lejjebb kerülne, úgy, de szépen lankásan csökkenne, szóval nem úgy, hogy oda lepotyognak. És akkor a lényeg az, hogy ha az 10 blokkal lejjebb jönnénk, akkor meg lehetne azt csinálni, hogy ez itt, ami nálunk, ez már a bedrock lenne, tehát az az alja, amiről beszéltem, hogy itt már ez nincs már tovább lejjebb, és akkor nem kéne javítgatni, akkor itt aztán robbanthatnánk bármit, mert ugye ez, szóval lehet, hogy majd legközelebb, ha csinálok ilyet, akkor ezt kipróbálom, ezt a dolgot, hogy az egészet valahogy, azért kicsit nagyobb meló, mert ugye ezt hát mondjuk egy 10 blokkal elrébről, csak is szoktát, ilyen 10 blokk távolságból, így körbe, 10-10 blokk távolságból, el kell kezdeni rámpával mélyíteni, úgyhogy ez az egész 10 blokkal lejjebb kerüljön, és akik rohannak, azok végülis ugyanúgy ide érkeznek, csak így magasabbról érkeznek ide, és akkor, de lényeg az, hogy az alja, az viszont az már bedrock lenne. Szóval valahogy így lehet, hogy majd legközelebb egyszer kipróbálom. Könyveket majd odát berakom én sőt, hát az ruhaféléket is, mert megy eladásra. Úgyhogy azokat berakom majd. Hát figyelj, ezeket, ami itt van, vas meg acél, azt én elviszem innen, mert az... Beestem a gödörbe, úgyhogy most nem tudok kimenni, mert eltört a lábam. Hát, tegyél le kockát. Van nálad kocka? Sincs mi. Az a jó, hogy én így bárhonnan le tudok mászni. Én így ilyet is tudok csinálni. Igen. Hát én még nem tettem annyit a parkourra, hogy De van kockád, vagy felhunyorodjak. adjak? Várjál, adok kockát. Adok kockát, itt van. Vagy van nálad? Dehogy van. És akkor kockával fel tudsz odáig építkezni, majd én leszedem, csak a kockával építkezzél fel, úgy fel tudsz oda menni. Hát a sarokba is tehetted volna. Hát még így is jó, csak... Na, onnan próbálj átugrani oda. De nem kell teljesen, a létráig kell, csak átugorjál valahogy. Azt próbáld meg. Kérdés, hogy tudok-e, akkor nem tudok leestem megint. Na, akkor majd én oda teszem, csak vagy ezt le kéne innen szedni. Ilyen, leszedem. Hopp, nem jó. Megpróbálom leszedni innen, vissza. Vissza az egész. És akkor, de ne itt kezdjük el, hanem itt kezdjél
felmenni, és majd amikor ott leszel, akkor én is megyek fel veled, csak hogy amikor felmész, akkor így csinálok majd neked, összekötöm. Baj, ez hogy volt? Várjál. Jó lesz. Jó. Ja, ide már nem tudom ide tenni. Jó. De oda viszont át kell tudjál menni most már. Látod, ami neked nem sikerül, hogy eltörd a lábad, azt én rögtön... De mondjuk, hát igen, az elején biztos nekem is sikerült volna, csak az elején meg az ember fél, mert ha egyedül vagyok, és nincs olyan, aki adjon egy kockát, hogy úgy fel tudja oda jönni, akkor én lent ragadok, szóval az megint más. Szóval az elején az ember vigyáz rá, hogy ne törjön a lába, később meg már nem tudja eltörni a lábát. Hol vagy? Hova lettél? A hídnál, vagy a kerítésnél. Nekem még az hiányzik. Nem olyan sok szarvas kell, de... Hogy állok? De hát szegénykék még... Tényleg nem olyan sok kell, mert csak 8, már csak 8 darab kéne, de aztán, hogy megleszte vagy nem tudom. Menjél be, aztán van bent sín. Van egy vonat is, alá is feküdhet. Ja, bocs. Na, én bedobálom ide a könyveket, jó? Aztán olvasgass el. Teszünk be ruhákat is. Iron Shovel. Ezeket az összeset elolvashatod, mert... Rendben. Mert... És csak eladnám, de már a pénzzel se tudunk mit csinálni. Hoppá, megtelt. Gyere olvasni, mert megtelt. Nem tudok belerakni már mindent, okay. Ami kéne. Hát ilyen... a vas ásót is elrakhatod, ha nincs nálad, bár hát végülis nem is annyira kell, de azért mégis, ha akarod. Cég ajándéka. A cél. Megvan? Mondom, nekem ez a két könyv kéne, hogy a többit elolvashatod, csak az a kettő, amit mondtam, hogy de tudod te azt nagyon jól, hogy mi az, ami kéne, de hát hogyha esetleg azt megtalálod, ha nem, akkor nem is érdekes. Van itt még nálam, ja, ezek arcok, oké. Okay. Teszek még ide a traderesbe, mert még volt itt ennyi nálam, hogyha megnézed. Na oké. Hát muszáj megvárni a 4 órát, nem mondhatjuk azt, hogy hát köszi a vége a oldalnak, ezt muszáj megvárni, mert hogy akkor kapjuk meg érte a jutalmunkat, már pedig itt akkor kapjuk meg a 9-est. Azt megvárjuk. És akkor végül hanyas lettél? 38. Hát akkor a 40-nel úgy körülbelül besacoltuk, akkor jól. Igen. Jól van. És mire tettél amúgy a ütlegelésre? Gondolom már szoktál? Hát nem, az egrétit húztam, meg a pisztolyt, mert ugye azt kellett a madarak miatt. És akkor most már így ki van húzva a parkúram. Igen, csak hogyha például a agility-t húzod, mert akkor már érdemes mondjuk tenni, hát igen, azon, ott van a parkour is, azon a szinten, akkor ha már ugye azokra tettél pontot, akkor nyilván arra is érdemes, mert hát ott van a kés is, hát igen, tehát mert ijászkodni nem akarsz, de mondjuk a pisztoly kés, meg ugye ez a gyors gyorsaság, ugye az is 3 pontos, tehát mondjuk akkor azokat ott érdemes, igen. Csak hát még az izomra is érdemes, hogy azért tudjál
kártyál, azért Hát legyen az egy már kis... 6-os. Tehát arra is érdemes. Aztán ugye egy kis öngyógyítás, healing faktorra én legalábbis szoktam tenni, hogy azért az öngyógyítás is menjen, ne kelljen, tehát ne kelljen mindig azzal foglalkozni, hogy van egy kicsi valami, aztán izé. Ez a Jó, pain hát kapsz egy tolerancia nagyon jó pénzt, még, azt nem tudom, aztán. szoktad-e használni. Nem. Mert Ezt az, nem szoktam. ez a, hát ez is egy nagyon, nagyon hasznos dolog, mert ez ugye olyan, hogyha például már 25-ösön van, akkor már azt mondja, hogy a HP veszteség 25%-a kevesebb. Tehát, hogyha megcsapkodnak, akkor sokkal kevesebbet tudnak sebezni rajtad, és itt már nincs esélyük arra, hogy úgy megkongassák a fejed, hogy úgy lesztalnoljanak, hogy egy kicsit olyan másodpercekre megnézéljenek. Szóval ez egy ilyen fájdalomtűrő képesség, de ez is nagyon hasznos, amikor az ember így verekszik, mert én is azért vagyok már most olyan kicsit keményebben, hogy nem tudnak annyira, tehát hiába vernek, vagy valami, tehát hogy jobban tűröm a fájdalmat. Szóval az is egy érdemes, hasznos, csak hát mindegyik más fülön van, aztán egy csomó helyre kell költeni. Úgyhogy hát, ja. Igen, hát most szétszóltam őket. Jó, nem azért csak, hát úgyis most van időnk kicsit beszélgetni. Melyik, hogy állunk, itt még van vas, meg föld is benne, itt is még van minden. De acél is van rengeteg, csak hát... Látszolod, hogy kell. Aztán nem tudom, majd meglátjuk legközelebb, hogy tényleg esetleg építünk-e valamit, vagy mi lesz, de hogyha igen, akkor biztos kellni fog még acél hozzá, de meg hát sose baj, hogyha van, mert úgy tűnik, hogy amikor kell, akkor meg sok kell. És akkor... Jól van, hát köszönöm a hordát egyébként. Mindjárt szerintem meg is kapjuk érte a méltó jutalmunkat. És akkor el is búcsúzunk, hogyha meg lesz. Tényleg itt kipakolom a szerzeményeimet. Ahogy gondolod, hogy tehát majd látjuk, az is lehet, hogyha... Ugye nagyon ritkán jutsz géphez, mert ugye neked most van ilyen helyi sajátosság, hogy nem akkor tudsz leülni gépezni, amikor akarsz, de hogyha esetleg úgy jön össze, esetleg máskor, akkor így vendégjátékosként máskor is szívesen látlak, úgyhogy majd látjuk, hogy ezt hogy jön össze. Szépen. Na nézzük akkor, magam hogy... Magam be. Nézzük, megkaptuk. 9/10. Oké, szuper. Jó, akkor már csak egy kell. Hát azt az 1/10-eset még lehet, tényleg megvárjuk, aztán majd látjuk. Nem hiszem, hogy tovább fogjuk tolni, vagy lehet, hogy valami máshogy, vagy mást, ezt majd még addig agyalunk rajta, vagy gondolkozunk. Hát túlságosan megvan már mindenünk, túlságosan nagy a kényelem, aztán ki kell egy kicsit ebből a komfortzónából menni, úgyhogy addig érdekesebb, én mindig úgy szoktam mondani, hogy amikor úgy még az ember fél lemászni a háztetőről éjszaka, addig úgy parásabb, csak hát már ilyenkor, amikor éjszaka is, teljesen mindegy, hogy éjszaka van, vagy nappal, vagy mi van, akkor is bármikor bemegy az ember bármelyik épületbe, az akkor már úgy, és úgy fel se sziszen az ember, hogyha ráfutnak 20-an, akkor már úgy, már nem ugyanaz az érzés. Na, köszi szépen Mara még egyszer, és várlak majd legközelebb is a cseten is, meg hát meg hogyha esetleg úgy sikerül, akkor a játékba is. Köszönöm a meghívást. Na, sziasztok! Sziasztok!